Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ez itt a Napfényes YouTube csatorna, ahol több mint 150 tisztán növényi alapanyagokból készülő vegán receptet találtok. A mai videónk témája pedig egy olaszos ihletésű recept, vegán változata lesz, egy paradicsomos húsgolyót főtt tésztával fogok elkészíteni növényi alapanyagokból, méghozzá a szójagranulátum lesz ennek a kiváltója. Gyertek, tartsatok velem most is! Ha fasírtot készítetek, főleg, hogyha növényi alapanyagokból, akkor esetleg az lehet az érzésünk, hogy nagyon bonyolult folyamatokról van szó. Na most ez az étel összesen két összetevős lesz, a szójagranulátum és a zappely. Persze a fűszerek is bele fognak szédülni. Készítettem már többféle fasírtot, lehet zöldségekből, gabonákból, búzadarából, zappehelyből, búzahúsból is készíteni. Itt most ugye, ahogy említettem, a szója lesz a főszereplőnk. Mehet is a forró vízbe elsőként, mindenek előtt megfőzöm a szójagranulátumot, kevés sóval. Ezt most jó puhára főzöm. Egyébként be is lehet áztatni hideg vízbe, és utána kicsavarni, de itt nekem arra van szükségem, hogy forró legyen az alapanyag, hiszen a zappelyet, mikor beletesszük, jól bele tudjon dagadni, annak lesz majd egy olyan funkció, hogy összeragassza nekem a fasírtot. 1-2 perc forralás elég is neki, szépen bedagadtak a szemecskék, most pedig leszűröm. Fontos, hogy nem elég, hogy leszűrtem, jó alaposan lecsöpögtetem, sőt, ki is préselem a benne levő maradék nedvességet, nagyjából jó is lesz, és mehet ide az üvegtálba. Ez az alapunk. Ugye ezt a szóját ezt nagyon sok mindenre lehet használni, töltelékekbe, most pedig fűszerezzük be. Először is mehet hozzá a zappehely, ezt majd arányosítani kell. Ezt a receptet természetesen leírom nektek, de nagyon sok mindentől függ, hogy mennyi zappehely kerül bele. Vegamix só, a megfelelő ízek vége, egy kevés őrölt zöldbors, szuper, menjen bele egy kis bazsalikom, ez most szárított bazsalikom lesz, ugye ez egy olaszos ihletésű étel, úgyhogy nagyon szépen elfér benne, bazsalikomos húsgolyó, vegán módra, szuper, mehet egy kis oregano bele, de nem akármilyen, ezt Boldizsár barátomtól kaptam, Olaszországból hozta, egész más zamata van, mint amit én itthon tudok elérni. Ezt is egy kicsit rámorzsolok, és 2-3 gerezd fokhagymát is megérdemel ez a finom kis fasírt massza. Most pedig jöjjön a gyúrás, azaz a keverés, összekeverem, és összeállítjuk a masszát. Ugye a forró szója hatására elkezd majd bedagadni a zappehely, és kialakul egy végleges állag, ami utána formázható lesz. Eszembe jutott, hogy tehetünk bele egy kis petrezselymet, úgyhogy frissen aprítok bele egy keveset. Amint látjátok, már kezd összeállni, kezd összetapadni, így látható, hogy kezdi megtartani a formáját, de még a zappehely egy perce van benne, úgyhogy azért ennek idő kell. Szerintem ez így most jó lesz, megjátszuk, kockáztatunk, és aztán kicsi állás után visszajövünk és megvizsgáljuk, hogy milyen szinten formázható. Lefedem, és akkor szépen állni hagyjuk. Amíg ezt állni hagyjuk, addig készítsük el a paradicsommártást, úgyhogy ezt ide félreteszem. Jöhet ismét egy láboska, alá kapcsolunk, egy pici biomargarinnal indítok, mehet hozzá egy kis extra szűz olívaolaj, és paradicsommártás lesz ugye az ételünk. Ebből a házi paradicsomléből fogom elkészíteni, amit láttok, ez viszonylag híg, tehát ez egy az egybe, hogy leforráztam a paradicsomot, átpaszíroztam hozzáadott víz nélkül, készült, de a saját nedvesség tartalmából kifolyólag viszont elég híg, úgyhogy egy kevés liszttel fogom sűríteni, tehát készítünk egy rántást. Nem kell sok, egy 2 evőkanál lisztről van szó, így a zsíradékba
előpirítjuk. Ugye a hagyományos magyaros töltött paprikának a szósza is így készül, egy rántáson indítjuk, és utána paradicsompüré, sűrített paradicsom, paradicsom ivólé, attól függ, milyen típusú receptet készítünk, ezek mehetnek bele, ez az. Ennyi is, a nyitás, megkóstolom. Isteni! Közben elmesélem nektek, hogy már elültettem a magokat, és készülnek az új palánták az idei paradicsom ültetvényhez, és idén is célom, hogy elrakjak jó sok paradicsomlevet, pizzaszószt, és persze sokat nyersen is fogyasztok a barátaimmal. Nézzétek, csak szépen bugyog a rántás. Ez azt jelenti, hogy pirulnak meg a kis liszt szemcsék, és nem szeretném, hogy zsemleszínű legyen, tehát ne legyenek ilyen íz hatások azáltal, hogy megpirul a liszt, csak így egy kicsit átfuttatom, ezt úgy hívják, hogy világos, vajas, idézőjelben rántás. Úgyhogy mehet is rá a paradicsom ivólé, óvatosan öntöm ebből a nagy üvegből, szép simára keverjük, nagyon jó. Az a lényeg, hogy egy mártásos jelleget érjünk el, úgyhogy ezért volt szükségem a rántásra. Egy kis ízesítés jöhet, ebbe is só, pici őrölt bors, zöld bors, és egy kevés nátszukrot fogok hozzáadni, így egy két evőkanállal, aztán majd meglátjuk, hogy milyen ízek jönnek ki ebből. Ugye szép lassan fel fogom főzni, úgyhogy milyen fűszerek passzolhatnak még hozzá. Azt nézem, hogy elbír-e még egy kevés paradicsomot, majd meglátjuk. A zeller az, amit nagyon szeret ez az étel, úgyhogy van itt nekem egy friss zellerem, zeller gumó zölddel. Ugye ez tavasszal már elérhető, nagyon szép kis növény. Levágok egy szeletet a zeller gumóból. Ezt a szeletet így, ahogy van, beledobom, és egy száz zölddel fogom még összezavarni. Vigyázzatok, hogy az alján itt nagyon földes tud lenni, bár megmostam, de onnan nagyon nehéz kimosni, úgyhogy így egyet török rajta, és mehet ez is ide a paradicsom alapunkba. Szépen sűrűsödik a mártás, nézzétek, hogy bugyogott, és úgy ítélem meg, hogy egy kevés paradicsomlevet még elbír. Így. Szuper! A többi jó lesz ivólének. Így most hagyom néhány percig lassan rotyogni, sőt, akár egy negyed órát is forhat. Az ízek jók. Úgyhogy arra várunk, hogy bedagadjon a zappehely a fasírtmasszában. Még egy fázisunk van hátra, méghozzá a tésztafőzés. Ehhez fölteszem a vizet, úgy néz ki, bedagadt a fasírt. Mindjárt kipróbáljuk, hogy lehet formázni. Egy biztos, hogy a paradicsom itt nagyon illatozik, úgyhogy ezt félrehúzom, és elkezdem melegíteni a serpenyőt a golyóknak. És akkor nézzük meg, hogy milyen állagú lett. Hát érdemes ilyen, a pingponglabdán azért legyen kisebb, de ne túl törpilla. Így úgy jól néz ki, talán szerintem elég rugalmas, itt ugye majd így is kell maradni a sütés közben ennek az állagnak, de szerintem jó lesz. Kiveszek megint egy kicsit a kanállal, összenyomkodom, fontos, hogy kapjon egy ilyen nyomó erőt, ezáltal összepréselődik, és remélhetőleg úgy is marad, a végén pedig egy formázást a szépség kedvéért. Ezt most mind szépen kigolyózom, addig felmelegszik a serpenyőnk, és jöhet a sütés. Utolsó simítások, egy kézmosás, és mehet is a sütés. Olívaolajban fogom sütni, egyelőre egy két evőkanálnyit löttyintek ide a serpenyő aljára, nagyon jó, elkezdett forrósodni, elterítem, fontos, hogy ne égjen meg azért, de mehetnek is bele a golyók, és már serceg is
jól telerakom, szerintem két részletbe fogom megsütni őket. Nem, bele fog férni egybe is. Nagyon jó. Lassan forr a tészta főzővíz is, úgyhogy ahogy ez megtörténik, mehet is bele, de itt a forgatásnál figyeljetek, hogy egész egyszerűen, látjátok már milyen szépen aranybarnára sül, átmozgatjuk szép lassan, érzem, hogy azért van tartása, stabil lett a golyó, úgyhogy elégedett vagyok az állagával. Forra víz a tésztának, úgyhogy egy kevés sóval meghintem, úgy, és mehet is bele a tészta. Közben időnként rázogassátok ti is a golyókat, látjátok, hogy kezd több oldalról is színt kapni. Ha esetleg nem hajlandó fordulni, akkor rá lehet segíteni így kézzel is. Na, úgy néz ki, hogy szép színt kaptak a golyók, nézzétek csak. Nagyon jó, és kiveszem őket óvatosan egy tányérra. Ez az, vigyázzuk, hogy ne törjön szét. Ugye itt van egy serpenyünk, egy kevés olajjal, és ehhez a recepthez még gondoltam, hogy egy kis pirított hagymát szúrunk a tetejére. Ezt az egyfej vörös hagymát meghámozom, és szépen fölvágom. Mehet is a forró serpenyőbe. Nagyon kevés olaj. Közben a paradicsom szószból kiemelem a zellerzöldet, és magát a zeller darabot is. Hamarosan jó a tésztánk is, közeledik a tálalás, kész van a hagymánk is, szépen megpirult, közben leszűrtem a tésztát, és egy kicsit átöblítettem, mehet rá egy kis margarin, vagy olívaolaj ilyenkor. Jöjjön is a tálalás, ugyanis készen vagyok az étellel. Egy kevés tésztát belapátolok a tányér aljára. Ez természetesen bármilyen tészta lehet, amit szerettek, ami van otthon. Csinálok egy kis helyet itt középen, mehet oda a paradicsom szósz, és szépen kirakosgatom a sült golyókkal. Mehet rá a pirított hagyma, és egy kis vegán parmezán sajt, és jó sok zöldfűszer, ez most petrezselyem lesz. Elkészültem ezzel az olasz vegán imitációval, paradicsomos hús, golyó, szójából és zappehelyből, főtt tésztával, vegán parmezánnal. Íme, így néz ki. Ugye nincs most bazsalikom szezon, de a petrezselyemmel is tökéletesen illik. A házi paradicsom mindig ott van a Spice-ban, bármikor felhasználható. Alakítsátok kedvetekre ezt a receptet is. Remélem tetszett a videó, és kipróbáljátok. Köszönöm, hogy megnéztétek. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!